a jóindulatú kertész ilyenkor még óvatosságra inti a kedves vevőt, mert visszajöhetnek a hideg napok. Ilyenkor még lehet, hogy okosabb egy picit két nyári virágot ültetni, ilyenek például az árvácska, a százszortép, a boglárka, a nefelejts és a kis jörtike. Ezeknek a növényeknek az a tulajdonságok, hogy az egyik évnek a nyarának a végén díszítenek, és a következő év nyarának az elején, ezért hívjuk két nyári virágoknak. Körülbelül június végéig, július elejéig, amíg nem jönnek meg a nagy melegek, addig díszítenek ezek a növények. És májustól már nagyobb biztonsággal tudjuk ültetni az egynyári virágokat.